Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek! Örülök, hogy ismét együtt lehetünk. Ugye elővettétek már a Bibliátokat, és majd együtt fogunk egy nagyon nehéz témáról beszélgetni, de biztos vagyok benne, hogy mindnyájan megértitek, és nagyon sok áldást nyerhetünk belőle. Jézus is megkísértetett. Nincs olyan ember ezen a földön, akinek valamilyen kísértésben már nem volt része. Jézus kiment a pusztába, az egy olyan hely volt, itt látjátok a hátam mögött ezt a nagy kőhegyet, kősivatagban mindenfele, amerre az ember szeme ellát. Nincs egy fa, nincs egy bokor, és nincs fű sem, úgyhogy az ember talpa a nagy melegbe, oda ég szinte a sziklákhoz, és ott nagyon-nagyon nehéz hosszú időt eltölteni. És itt, ebbe a pusztába, ebbe a nagyon sivár helyen a gonosz közel ment Jézushoz, és sugdosott mindenféléket a fülébe, minden rossz dolgot, hogy őt megkísértse. Mi is az a kísértés, értitek ezt a szót? Hát úgy tudnám megfogalmazni nektek, hogy amikor az ember a gonosztól kísértetik, akkor csúnya, rossz gondolatai vannak. Van egy olyan késztetése, hogy beszélj csúnyán, köpködjél, hazudozzál. Hát, káromold az Istent, és szidalmazd a barátaidat, de még a szüleidet is, a szerető apukádat, meg a szerető anyukádat. És azt érezzük a kísértéskor, hogy majd felrobbanunk, dühösek vagyunk, indulatok feszítetnek, valami azt súgja, hogy húzd meg a barátnőnek a cofját, üsd pofon a másikat, ököllel, üsd meg, verd meg. És van egy olyan rossz érzés bennünk, hogy muszáj hazudnunk, és nem az igazat mondani. Voltatok-e már így, amikor ezek a nagyon rossz érzések, indulatok, késztetések erőt vesznek? A gonosz mindig ezt akarja. De azért az egy nagyon csodálatos dolog, hogyha az ember gondol is rosszat, azt nem kell kimondani. Ha az embernek van egy ilyen belső dühös indulata, akkor nem kell megtenni. Uralkodni kell. Nem mondom, nem cselekszem a rosszat, nem beszélek rosszat, hanem imádkozom, és akkor az Úr Jézus győzelmet ad a gonosz kísértő felett. Mindenkinek lehet rossz napja. Szoktuk ezt is mondani, bal lábbal kelt föl, hisztériás, főtöz akarja verni magát, rossz a hangulata. De ha az ember akkor imádkozik, akkor az Úr Jézus győzelmet ad, hogy ne kelljen hisztizni, ne kelljen kimondani, ne kelljen másokat bántani. Ugye az Úr erőt ad, hogy ellenálljak, ha imádkozom, és ez egy nagyon csodálatos dolog, le tudom győzni a gonoszt. Ez a történet tulajdonképpen erről szól. Elmondom nektek a Szent György és a sárkánnyal kapcsolatos történetet, amit két hívő gyermek élt meg egy karácsony előtti estén. Édesapa a két gyermekének, Péternek és Annának a Szent György és a sárkány történetét mesélte.
Péter pedig nagyon kihúzta magát, és szeretett volna olyan győztes hős lenni, mint Szent György volt. És azt mondta az édesapjának Péter, édesapám, gyönyörű volt ez a történet, és arra kérlek téged, hogy segíts nekem, hogy én is olyan legyek, mint Szent György. Az édesapja pedig azt mondta, rendben van, Péter, de akkor le kell győznöd a sárkányt, és majd szólok akkor, hogyha eljött. Másnap karácsony este volt, gyönyörű, szép dolgok voltak a karácsonyfa alatt, rengeteg sok ajándék. Anna egy gyönyörű hajasbabát kapott, Péter pedig olyan fiús játékokat, és nagyon haragudott Annára Péter, és elhatározta, hogy ő hamarabb megy a karácsonyfa alá, és elveszi az Anna ajándékát, és ővé lesz a baba. A két gyerek odarohant, az egyik fele húzta a babát, a másik fele húzta, mind a kettő kiabált, és egymásra haragudott. Édesapa pedig odahajolt Péterhez, és azt mondta, Péter, eljött a sárkány, győzd le! Péter megdöbbent. Aztán megértette, hogy a gonosz most karácsony este a szeretet ünnepén, Jézus születése napján őt akarja felhasználni, hogy a testvére boldogtalan legyen, hogy a szülei szomorkodjanak. És akkor Péter kihúzta magát, és azt mondta, örülök Anna, hogy tied lett a baba. És béke és boldogság volt, mert Péter le tudta győzni a gonoszt. Ti mindnyájan le tudjátok győzni a gonoszt. Jézus is kint volt a pusztába, és ő is megkísértetett a gonosz által. Jézus nagyon hosszú ideig imádkozott. A mennyei atya előtt volt, térdelve imádkozott, és nem engedte, hogy a rossz gondolatok, a rossz érzések győzedelmeskedjenek. 40 nap és 40 éjjel nem evett, úgy küzdött. Lélekben imádkozott, és az atya adta az ő erejét, és amikor elég erőt kapott a mennyei atyától, akkor végre megéhezik. A kísértő pedig azt gondolta, na végre nem imádkozik, most kihasználom, mert nagyon éhes. Majd olyan dolgot kérek tőle, amiben ő elbukik, mert nagy az éhsége. Nagyon sokszor voltunk már mi is ugye így, hogy megláttunk valamit, és úgy gondoltuk, hogy nagyon kellene. Palika, aki egy kis pici házban lakott az özvegy édesanyjával, mindig vágyott a szomszéd kertben, volt egy hatalmas nagy sárga barackfa. Nagyon nagy barackok értek rajta, és ő nagyon szerette volna azt megkóstolni. Nekik nem volt sem nagy kertjük, sem barackvájuk. Addig-addig nézegette az egyre pirosodó, gyönyörű, sárgás-piros barackokat, hogy átlendült a kerítésen, megtömte a zsebét barackokkal, és szó nélkül elment. Ellopta a barackot, megette, de olyan nagyon rosszul érezte magát tőle, senkinek sem merte megmondani, mert a gonosz legyőzte őt. Talán, ha kért volna a szomszédnénitől barackot, kapott volna. De a lopás az olyan bűn, ami által a gonosz belekapaszkodik az ember szívébe. És egy másik kisfiú pedig meglátott a boltban gyümölcsös rágógumit,
és úgy gondolta, hogy neki nincs annyi pénze, hogy azt megvegye. De annyira nézegette az ízét, már a szájába is érezte. Úgy gondolta, hogy ő azt elcseni. És fogta, amikor senki sem nézett oda, és a markába szorította, és köszönés nélkül kiment a boltból. Bizony, nagyon sokszor megkísértetünk. Volt egy kislány, aki azt mondta, hogy tudja, Ági néni, mi olyan szegények voltunk, hogy nem volt mit ennünk. Sokszor a kukából vettem ki a penészes kenyeret, de soha senkitől nem loptam el. Aztán Isten megáldott, és minden napra adott kenyeret. Tudod, hogy mit jelent éhesnek lenni? Jézus megéhezett, és a gonosz pedig ezt kihasználva azt mondta, hogy mondd-e köveknek, hogy változzanak kenyerékké. Bűvészkedjél egy kicsit. Hát te az Isten fia vagy. Csinálj úgy, mintha a kövek kenyerek lennének. Hát beszélj a kövekhez. Jézus pedig nem hagyta a nem Istentől való dolgokra rábeszélni. Jézusnak semmi köze nem volt a kövekhez. A gonosz nem tudta arra rábeszélni, ami nem az Isten akarata volt. Téged rá tudnak beszélni a rosszra? Mondjuk, hogy hazudjál, ne mondd meg az igazat. Vagy ha valamit nincs, akkor elcsend, és úgy tegyél, mintha semmi sem történt volna. Hogy találj ki valamit, aztán meséld be, csap be a szüleidet, a nagyszüleidet, a barátaidat, a társaidat, akik hisznek neked és szeretnek téged. Jézus tudta, hogy ha ő éhes, akkor a mennyei atya tud neki kenyeret adni. Nem kell ahhoz hókusz-pókuszolni, nem kell ahhoz aggodalmaskodni. A mennyei atya gondviselő, szerető mennyei atya. És Jézus megfelelt a gonosznak, és azt mondta, megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely az Istennek szájából származik. Jézus nagyon csodálatos módon Isten beszédét közvetítette az embereknek. Az ő kenyere Isten beszéde volt. Tudjátok, én nagyon szeretem olvasni a Bibliát, és azért szeretem, mert olyan, mint a kenyér, és ha nagyon éhes a lelkem, akkor az Úr tudja megelégíteni, és tudja megmutatni, hogy mi a helyes azokban a mindennapi dolgokban, és azokban a gondokban, amik körülvesznek bennünket. Jézus rászólt a gonoszra, és a mennyei atya akaratát közölte, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Csodálatos dolog, hogy az Úr ma is üzen a számunkra, hogy a kísértések idején el lehet küldeni a kísértőt. Ha imádkozunk, az Úr Jézus ad elég erőt ahhoz, és bölcsességet, hogy meg tudjunk felelni, hogy különbséget tudjunk a jó és rossz között tenni.